Budapestre is megérkeztek az első menekült csoportok, a nyugati, illetve a keleti pályaudvarra is több százal jöttek. Volt, aki a bombázások közepette a macskájával menekült el Kijevből. Sokan tovább haladnak Magyarországról, de Karácsony Gergely jelezte, hogy a főváros további menedékhelyeket nyit meg. A nyíregyházi gyors érkezik a nyugati pályaudvarra. A vonaton ezúttal többségében ukránok utaztak, a háború elől menekültek Magyarországra. Ők az első Budapestre érkezett menekültek. A pályaudvaron három csoportra osztották az érkezőket. Egy részük a Ferihegyi repülőtérre indult, mások Lengyelországba haladtak tovább vonattal. Akiknek nem volt hova menniük, őket városszerte helyezték el. Ez a lány édesanyjával jött Budapestre, édesapja Kijevben maradt. A jövő héten még biztosan Budapesten maradnak, de vissza szeretnének térni Ukrajnába. Szerintem Ukrajna túl fogja élni ezt a háborút. Természetesen vissza szeretnék térni egyszer. Európában tanultam, rengeteg helyen jártam, de mindig is Ukrajnában akartam élni. Úgyhogy fontos, hogy visszatérhessek. Azokat, akiknek nincs hova menniük, a fővárosi önkormányzat vagy a szeretett szolgálatok helyezik el. A nyugatiban olyanok is várakoztak, akik egy szobát szerettek volna felajánlani a menekülteknek. Van egy szobám, és keresek valakit, akinek azt odaadhatnám egy pár napig. Nem csak a nyugatiba, hanem a keleti pályaudvarra is többek érkeztek. Ez a lány két nappal a háború kezdete után, szombaton a macskájával együtt hagyta el Kijevet. Az a tervem, hogy anyukámmal és a macskámmal Hollandiába megyünk a rokonainkhoz. De nem minden ukrán ennyire szerencsés. Ezért kell szállást biztosítani nekik, és nagyon nagyra tartom, hogy Európa menedéket nyújt nekünk. Kásler Miklós sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a határmenti kórházak felkészültek a Magyarországra érkezők fogadására. Bízva a tárgyalásos rendezésben és a háború elkerülésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minden ágazata felkészült a menekültek fogadására. Felkészültünk a Magyarországon kötelező védőoltások beadására. Karácsony Gergely pedig meglátogatta a főváros által elszállásolt menekülteket. Jelenleg 120 vendéget fogadtak, de a főpolgármester jelezte, további fővárosi és vidéki szállásokat fognak megnyitni.